Hollywood Boulevard, Los Angeles. Turisták vannak a háttérben, ez az a rész itt a kínai mozinál, ami igazából ilyen turista központnak számít. Különleges dolog látni, hogy a világ minden pontjáról érkeznek ide az emberek, a Hollywood Boulevardra. Találkozhatok azokkal a színészekkel, illetve a színészeknek a nyomaival, akiket ők a moziból ismernek. Vannak ugye a kéznyomók, aztán a csillagokban a színészeknek a nevei, és éppen elég ez ahhoz, hogy ezt valamilyen módon ezeket a filmeket újraéljék az emberek, és eljöjjenek ide a világ túlsó feléről. Pénzkeresés amerikai vállalkozó módra. Önjelölt kókemberek, önjelölt Amerika kapitányok, minden van. Rengeteg a turista, akik csak azért jönnek, hogy a nyomokat felfedezzék. Képzeljétek el akkor, hogy mekkora hatása van valójában ezeknek a színészeknek, akik elmondják az embereknek, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell élni, miket kell enni. Nagy titkok vannak, az akadémián erről rengeteget beszél. What you wanna get it all, hit 'em all, did 'em all, hit 'em all, bit 'em all, hit 'em all, hit 'em all, get 'em all, they call me that king. Pihennek a művészek.
akadémián a résztvevők tudják megérteni pontosan, hogy miről is van szó. De ez a rész, ahonnan gyakorlatilag készül a világnak az álmodása, tehát innen álmodják ugye a világot azok a művészek és azok a filmrendezők, akik a hollywoodi filmeket készítik. Hamarosan nyit a Hollywood bulváron ez a kocsma. Nagyon különleges, ugye, mert látod ott, hogy van egyfajta ilyen regi stílusa. És körbe a tévék, ahol lehet nézni a sportműsorokat, éppen ahol tegnap is voltunk, a Los Angeles Kings mérkőzés. Tehát fönn mennek az amerikai foci, aztán hát... Szóval ennek a sportműsorok az a lényeg. Tehát valaki beül, eltölti az idejét, megnézi a kedvenc mérkőzését, és eltölti a szombat délutánját, vagy délelőtti. Ugye most szombat délelőtt van, de ez leginkább délután indul el, és megy egész este a műsor. Aztán közben pedig egy egyszerű ötlet, amit végülis bárhol meg lehetne valósítani, akár még Siófokon is, az, hogy itt a Hollywood bulváron van egy aszfaltos út, amit ugye több sávos, de nézd csak milyen különleges. Üvegek vannak beleaprítva az aszfaltba. Egy nagyon egyszerű ötlet, de ilyen csillogós lesz tőle az aszfalt, ad neki egyfajta különlegességet és csillogást.